Sziasztok, Pizapajték, itt vagyunk ismét Gubbióba, Olaszországba, ahol már negyedszerre vagyunk, itt ebben a csodálatos 400 éves kolostorba. Hál' Istennek nagyon jó vagyunk a Ricardoval, a tulajdonossal, magyar a felesége, a Gabriella, akivel nagyon jókat beszélgetünk, sokat segít a kommunikációban, hogy megismerjük jobban Umbriát. Gyakorlatilag ez egy ilyen mini Toszkána, gyönyörű a hely. Itt látható a környezet is, hogy 400 éves tuják között rohangálunk. Van belőle vagy 30 darab itt ezen a több hektáros területen, úgyhogy egy csodai reggel nagyokat sétálgatunk, úgyhogy igazán örömteli itt lenni. És egy mi mással, mint egy olasz pizza kemencével fogunk most ütögetni, az Effe Oven N4-gyel. Nézzük meg is, hány fok van benne gyorsan. Így. Most 4,90 van, vissza is vesszük, mert kicsit kiégettem a követ. Így leveszük 4,50-re, és mire sütögetni fogunk, akkor 4,50-en lesz a kő. Jó? Na itt van a jó kis tésztánk. Nézzétek meg, hogy beszabadultam, ugye Olaszország Kánoán, ugye gyakorlatilag mindent itt vásároltam, ugye jó kis Vesuvio liszt, Caputo Pizzeria, ugye itt a Garofalo-nak a lisztjei, mint kiderült, baromi jókat lehet vele sütögetni, nagyon finomak a lisztjei, gyerekek, akkora terület, ezt most vettem először ezt a bio olívaolajat, Frantoio olivából készül, baromi finom. Ugye Caputo Nuvola, ezt még nem kóstoltam, de nagyon jól nézett ki, meg szintén Frantoióból készül, bogyóból, úgyhogy nagyon szimpatikus, amikor rá van írva, hogy ki termesztette, hol termesztette, és milyen bogyóból készül, akkor ez már jót jelent egy olívabogyó szempontjából. Filérekért vettünk friss bazsalikumot, és miből sütünk ma? Spadoninak a Pizza Nera 7-eséből. A bigát azt Caputo Manitoba óróból csináltam, az 9 órát volt szobahőn, ugye reggel jöttünk Garesioból, és még ide értünk, addig a kocsiba ért a biga, és utána bedagasztottam este, és ebből a 7 lisztes keverékkel, amiben még maguk is találhatok, ebből készült el a tészta. Jó? Na süssünk is belőle egyet, úgyhogy mindjárt kitaláljuk, hogy miért szeretnénk sütni. Megkérdezik itt a vendégeket, mi legyen, szarvas gombás, mi legyen az első? Jöhet a szarvas gombás? Na, ki is mászott a kis tésztánk. Így néz ki. Ez most gyakorlatilag 36 órás tészta. Ugye 12 órát volt a biga, és 24 órát volt gyakorlatilag ugye további érésen bedagasztva. És ebből 3,5 órát volt szobahőn, és a többit pedig hűtőben a bedagasztott tészta. Jó, nézzük meg, hogy mit tudunk belőle sütni. Nagyon kis könnyű lágy a tészta, úgyhogy nézzük, hogy a szarvas gombás. Itt is vettem a szarvas gombát, is itt vettem egyébként. Egy ilyen kisebb kiszerelés lehetett venni 5 euróért, mert megmutatom az üvegét, hogy milyen. És azért jó, mert nagy kertben csak ilyen 6-800 g-os kiszerelések vannak, ilyen 6-7 ezer forintokért. Úgyhogy az annyira nem tetszett. Ha nézzük, csak mennyi jó a tészta. Akkor gyakorlatilag ennyi egy nyújtás. Jó, és akkor van egy 33-as pizzánk. Na. Itt, hogyha van egy kis levegő buborék, ezt így vagy kipöcköd, vagy így ki lehet így csípni, és így lehet gyakorlatilag megakadályozni, hogy megégjen a pizzád ott egy bizonyos ponton. Itt van a jó kis szarvasgombás, tejszínes mascarpone és alapunk, úgyhogy ezzel fogunk most így kezdeni. Mondtam a Ricardónak, a tulajdonosnak, hogy lesz tejszínes szarvasgombás, mondta, hogy nagyon várja. Itt egyébként alapvetően Olaszországban a pizzériák jelentős része eléggé tradicionális. Vannak ezek a tipikus olasz, amit otthon is sokszor megtalálsz egy pizzériában. Azokat az alapokat sütögetik, és nincsen túl nagy mozgástér. Úgyhogy nagyon örült annak, hogy itt most ilyen újdonságok lesznek, amit megkóstol, meg hát ugye követő is a csatornát. És szoktan ilyen kommentelgetni, ami tetszik neki. Jó, na, dobunk rá egy kis friss fiordi lattét. Így. És... megy a pattintás, gyerekek. Egyébként ez ilyen 70-72-es hidratáció. Arra sikerült így nagyjából belőni, és a profikuk dagasztóval készítettem. Így, na most, hogy kicsit még meg... balindítsuk, rakunk rá egy kis erősített lilahagymát, így, és így fogjuk ezt most így előkészíteni, így, és megy be a jó kis effeóval, mindjárt rámérünk, hogy hány fokon vagyunk, így, vagyis meg egy pillanatra. Közben itt van,
Közben itt vannak vendégek, olaszok is, nézd csak, fordulj meg! Úgyhogy jó kis olasz hangulat van, úgyhogy így megy a sütögetés, dobunk rá még egy kis olajat. Jó, így. Ebből a jó kis bioolivából, és ebből a frantójóból, és azzal fogunk sütni. Jó, még egy picit dobunk rá a kis nyújtólisztünkről is. Picikét még kigyújtjuk, hogy legyen meg a kis 32-es méretünk. Ugye ez egy 33-as lapát, és hogyha kinyújtod és beveted, akkor egy nagyon picit összeugrik, és akkor nagyjából egy 32-es pizzánk lesz, jó? Na nézzük meg, hogy hány fok van bent. Az a 452 tökéletes. Úgyhogy most bevetünk szépen egyet, és így bent is vagyunk. Úgyhogy elindítjuk a stoppert, és nézzük, hogy mi történik. Hát itt még egy kicsit a fények miatt kevésbé látjuk jól a pizzát, hogy hogy sül, mikor bent van, de amikor kivesszük, majd jobban fogjuk látni. Szóval ezzel a jó kis profikukkal dagasztottam ki. Ugye ennek az a nagy olyan, hogy hordozható, úgyhogy amikor mész nyaralni, vagy bármi, akkor gyakorlatilag így. Na szépen jön fel az abroncs, úgyhogy úgy néz ki, hogy rendben van a dagasztásunk. Így. Nézzük meg, hogy áll az alja, szépen sül, jó. Hagyjuk még, hogy egy picikét húzzon az alja. Így. Úgyhogy nézzétek meg, mennyi mindent sikerült itt összevásárolni. Úgyhogy nagyon elégedett vagyok, gyerekek. Jó, ott van jó kis elősütött kis... kis cukinink, jó kis vitamin paprikánk, hatalmas paprikánk, gombánk, ott padlizsánunk, lilahagymánk. Na nézzünk rá a tésztánkra, hogy hogy áll. Most már a finish felé közeledünk, hogy hogy sül. Így. Nagyon jó. Itt egy kicsit előrébb betettem, úgyhogy most egy picit jobban nézzétek, milyen gyönyörűen sült a közepe, vagy a belső része. Hagyjuk egy picikét, hogy bent még süljön. Úgy arra-arra. Így. Azaz, nagyon jó. Le is telt az idő. Így. Na nézzük meg, hogy hogy áll a tésztánk. Jó. Gyönyörűen megsüntődő nézzetek. Nagyon jó. Na most szépen kirakjuk a rácsra, így. Hagyjuk egy percet, hogy kicsapja a párat, de megmutatom előtte, milyen az alja, hogy átsült-e rendesen. Jó? Nézzétek csak. Áj, nagyon szép. Na ilyenek kell lenni a gyerekek, ha jól látom a sülve. Úgyhogy hagyjuk, hogy egy percet kicsapja a párat, és nem fölvágjuk, megnézzük, milyen lett a tészta. Na itt van a kis pizzánk. Úgyhogy szépen elóg a tányérról, ahogyanak lennie kell. Na vágjuk fel, hogy milyen lett az abroncs. Jó, hogy milyen lett a sütésünk. Jó kis ropogós körbe, így. És akkor nézzük meg, hogy milyen lett. Oda nézzétek, ó, de szép gyerekek! Nagyon szép lett. Alja is gyönyörű, gyerekek, nézzétek csak. Na, vágjuk szépen föl. És itt van a Ricardónak a testvére, úgyhogy majd megkérem őt is, jöjjön ide, és majd kóstolja meg. Így. Hogy hogy ízlik. Az. Gyerekek, annyira jó ez a 7 magvas liszt, ez a Nera 7, hogy az valami brutál. Úgyhogy aki csak tehet és hozzá tud jutni, az mindenképp kóstolja meg. Jó? Na, nézzétek csak. Hol lett? Fotózás? Na gyere. Itt van a Ricardónak a testvére. Ciao. What is your name? Francesco. Francesco. This is the best pizza from Hungary in Italy. Yes, thank you. Na kóstoljuk meg, hogy milyen. Az az. Milyen? Bella? Perfetta. Ah, onion, cipolle. Cipolle, sì. Sì. In Italy. L'impasto è buonissimo.
soft fish. Ciao, Jere Riccardo. Itt van, finom, 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 igen. Integrale? Sì, 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 sì. Teljes kiörlés, igen, igen. Mascarpone. Ah, mascarpone, cipolla rossa. Tartufo. E panna cotta. Ah, buonissima, panna cotta. Ah, that's delicious. Perfect. Non si è banato in buono? L'impasto. Super. Gyerekek, ilyen volt az első sütés. Gubbióba, Riccardoval és... Francescoval, bocsánat. Úgyhogy folyt köv. Sziasztok.